Jó estét kívánok, ez itt a karácsonyi nálatok Mizu, akarom mondani kezdőkör. Azt hittem ilyen... azt mondod, hogy kezit csókolom. Ilyen lesz a beszélgetés. Körülbelül négyen vagyunk a stúdióban, ahogy szoktunk, ketten kellően komolyan vettük a karácsonyi tematikát. Szilárd is fölvette a legszebb ronda pulcsiát, és én is a az karácsonyi tematikának megfelelően öltözködtem. De jó nézel! Ez különösen jó, tényleg. Mind a kettőm. Mutasd meg te is, hogy öltöztél, jó? Tehát ez én is, én is. Meg tudjuk, hogy itt te az okni. Karácsonyi zoklás. Hozzám öltözött. Ja, összeöltöztél. Igen, és akkor most Krisztián jön, addig kapcsoljuk le lábát. Megmutatja, vagy kakukk tojás vagyok, vagy. Sötétben látszik rajta, hogy minden. Hol karácsonyi. Igen, foszforeszkál az orrom. Ilyen pulcsija, amilyen rajtam van, van Kaiser Tominak is, csak nem akarta. Kifogytam belőle, jó már. Nem akarta felvenni valamilyen oktán kifolyólag. Haspóló lett belőle. De mi van a hóember? Az mi? Az mi? Súlytemel. Súlytemel. Nem tudjuk. Ez itt nem látszik. Az egy, kell, az egy súlyemelő. De annyira csábít, hogy az ember egész nap ezt csinálja. De szerintem súlyemelő. És még van ugye Rudolfnak is. Hát nem, ez a Rudinak is van. Fülébe dugott répának a nem tudom. És ott lejjel. És lejjel. Ja, bocs, nem az. Az nem az. Ott van még egy, a szarvasnak. Rudolfnak. Igen, a szarvasnak is van. Neked a sérfkötő, hát kapcsolatban a sporthoz gyakorlatilag. Nagyon fontos berendezések. Annyira jó volt, amikor tényleg mind a ketten ebbe voltunk Tomival, és ilyen szép képek készültek, de jövőre megígérjük, hogy ismét így lesz majd, igaz? Veszünk nagyobbat. Mert hát természetesen ma is itt van velünk Kaiser Tamás kollégám, akivel együtt hát vittük végig ezt a most már fél éves műsor folyamot, a mai az utolsó 2021-ben a kezdőkörből, és akik itt vannak... Egy éve. Január, februárban lesz egy éves a műsor. Úristen, tényleg. Ja, fél évvel kezdtük újra körülbelül. Igen. Hát igen, ez a covidos időszámítás, mert beszélünk róla, azért eléggé felborított sok mindent ebben az évben is. És hát itt vannak velünk természetesen sportos kollégáink, Farkas Szilárd, illetve Németh Krisztián, akiket köszöntök szeretettel. Köszönöm, hogy állandó jelenlétetekkel emelitek a műsor fényét, ha nem is annyira, mint Horog Laci. Hát kicsit több túlszak. Haj, kevesebb fény. Hát tudom, hogy én csak azért vagyok itt, mert jó nézek ki. Hát, igen. És még a fölsőm is nagyon jó. Továbbá, hogy néha valaki helyesbítse Kaiser Tomi tárgyi tévedéseit. Igen, valamit rosszul mondani fogok. Igen. Az a vélt igazság is igazság. Csak aztán el ne törj, mint a Shrekbe a süti figura mindig. Én mondom, nem véletlenül, csak a műsor nem látszott, hogy mankóval jött be. Régebben feje is volt a sütiba, most már nincs. Te kitől kaptad ezt a fantasztikus szettet? Ez családi örökség. Nem, az enyém volt, hát első ezen a néven. Hamilton küldte, amikor lovaggá ütötték, nem engedték be ezzel. De kitől kaptad? Hugomtól kaptam, tavaly karácsonyra. Nem vagytok jóban? Azóta nagyon jóban vagyunk, tehát mindig rá gondolok, hogyha fölveszem. Meg most már rátok is, tehát családban vagytok most már ti is. Emlékezetes karácsony lesz ez biztos. Talán senkinek nem olyan, mint Szilárdnak, aki már látta leendő gyermeke úton felvételét. Gratulálunk. Gratulálunk, Szilárd. Tudjuk, hogy mi lehetett a pandémiás időszak nálatok. Hát sportolni nem lehetett, hát valami mozgás kitaláltunk. Maradt a szerelem. Hát nagy baby boomot várnak az első még kellően vesztek zárral, vagy karanténnal terhelt időszakból kifolyólag. De most olvastam, hogy 2100-ra drasztikusan csökkent a földnépesség. Előtte még persze fölmegy 9,6 milliárd, de... Mikorra? 2100-ra. Így van. Hát például már mi sem élünk majd akkor. Igen. Ennél drasztikusabb nem nagyon kell, hogy legyen. És mit lehet tudni a gyermekről? Tudtátok már, hogy... Egyelőre még semmit nem lehet tudni. Azt lehet tudni, hogy a felvételek ugye ultrahang alapján egészségesnek tűnik, és mocorog. El van, ezt láttuk már, úgyhogy aranyos lesz, reméljük, mint az apukája és mint az anyuka. A fiú lesz akkor... Azóta senkit nem lehet tudni. Az jutott eszembe, hogy a fiú lesz, akkor legyen Tamás, ha lány, akkor Louise. Így van, lehetséges. Azt akartam mondani, hogy érdekes módon meglepődtem én is a felvételek alapján, most még Kajzira hasonlít, mert olyan golyó. Kopasz. Tehát haja is, nem tudom, van-e már ennyi, abban lehet, hogy egy kicsit már... Hát, ha nem is lesz Louise, azért elmondhatjuk, hogy ti kimaxoltátok az évet. Igen. Ez jó. Kedves tematikákhoz visszatérve. De hát egyébként nem tudom, fiúk, ti hogy vagytok vele, hogy jó-e, hogy vége van ennek a 2021-es évnek lassan, mert ugye mi mindannyian azért nagyon szeretjük a sportot, többen gyakorlatilag abból is élünk, hogy sporthírekről, sporteseményekről számolunk be, amikor van miről.
És most ugye nagyon távolinak tűnik az az év eleje, de őrületesen rossz időszak volt, ugye mindenhol minden szünetelt, le volt zárva, nem lehet tudni, mi lehet, zárt kapus mérkőzések, stb. Amihez most sikerül lassan visszatérni, úgy tűnik megint, hiszen ugye például Ausztriában már a hoki csapat zárt kapus meccseket játszik. A Premier League-ben most volt friss hír, hogy ugye vésztanácskozást és szavazást tartottak a klubok, hogy nem kellene legalább egy hétre leállni. De ott azért nagyon jó nézett ki, hogy múlt héten ugye szombaton a 6 meghirdetett meccsből egyet tudtak megrendezni, azt legalább nézők előtt. Igen. Tehát hogy azért ebbe azért én annyira nem látok logikát. Hát most az a vonatkozó hír egyébként, ugye, hogy tegnap volt valamikor ez a válság értekezlet, és hát végül is a klubok arra szavaztak, hogy ne legyen szünet. Egyébként, ha jól tudom, ilyen egyhetes leállás lett volna. Amivel kapcsolatban a Kelet-Angliai Egyetem egyik professzor egyébként azt mondta, hogy annak önmagában sok értelme nem lett volna. Szerinte a bajnokság megállításának akkor lenne értelme, ha egészen addig nem lennének meccsek, amíg az esetszámok jelentősen nem csökkennek az Egyesült Királyság területén. Ez viszont ugye megint gyakorlatilag azt a tavalyi 2019-es tavaszi állapotot hozná, hogy óriási bevételkiesések jelennének meg az ebből élő kluboknál. Tehát most szerintem ott is úgy vannak, hogy bármilyen körülmények között, de játszani kell. Ebbe persze még benne lehet, hogy a végén megint zárt kapuk mögött, de legalábbis nagyon érdekes, hogy tényleg elmarad 6 meccsből 5, és akkor arra szavaznak, hogy ne álljunk le. Most igen, szerintem azért is nem állnak le. Ezt nem jól mondod. Bocsánat. Ezt rosszul mondod. Akkor elkezdem előről. Tehát azért nem állnak le, nyugodtan javíts majd ki a tévedet. Úgy lesz, úgy azért lesz. Nem állnak le valószínűleg, mert az az egy hét így is úgy is eltelik mondjuk jobb esetben két meccs között, és akkor most ugye nagyon sok mérkőzés elmarad, csak egy lett megtartva, ahogy mondtuk is. És akkor visszajönnek a játékosok, talán már ugye a karanténból is újra lehet játszani, tehát majdnem, hogy mintha mi se történt volna, csak nem maradjon meg ez az állapot. Hát ez, ez a leállás egyébként az edzéstoppot is jelentene. Igen, tehát most arról tárgyaltak, hogy minden megáll, játékosok nem találkozhatnak, nincsenek a csapatok együtt, és akkor, de valóban elég kérdéses, hogy mondjuk egy hét alatt ez megoldaná bármit, főleg, hogy azért ez a most már valószínűleg a világ legtöbbet emlegetett szavaként omikron variáns, ez azért kezd nagyon nagy esetszámokat produkálni. Igen, hát meg kell várni, ugye, hogy mi lesz ezután, hogy ha újra folytatják ugye, a mérkőzéseket, illetve a több csapat is pályára tud lépni, akkor ne legyen az, hogy Csebelből vederve, és akkor alig gyógyultunk, meg már is visszaesünk, tehát ez lenne a legrosszabb verzió, és szerintem utána akkor majd beszüntetnék. Alig jutottunk föl, már is kiesünk. Igen, egyébként Kajzer Tomit sikerült elszomorítanom itt a karácsonyi meccsdömping kapcsán, ugyanis azt mondta, hogy ő, és ugye gondolom még sokan rajta kívül én is, a Boxing Day mérkőzéseit várjuk a legjobban, ugye az angol bajnokság kapcsán. Mondta, hogy jaj, de jó lesz majd a United-ot nézni. Boxing Day, hát mondtam, hogy sok évvel múlt már, amikor mindig tényleg lehetett nézni a mérkőzés Boxing Day-en, de most nem lehet, ugyanis United nem lép pályára. Egyébként Boxing Day-en. Egyébként, bocsánat, tehát az, hogy karácsonykor tényleg, tehát akkor se pihelt a focista, szerintem az tök durva. Persze nagyon jó karácsonykor is futballt nézni, de nyilván borzasztó sokat keresnek, és borzasztó sokat melóznak is érte, hogy ennyit kereshessenek, de az egész évük gyakorlatilag egy-két hetet leszámítva az arról szól, hogy edzel, és még karácsonykor sem lehetsz a családoddal. Szóval azért ez, 26-a tényleg, tehát a Boxing Day. Tehát az azért kicsit nekem erős. Futballban ez gyakorlatilag ugye az angolokhoz egy ilyen őrült hagyományként, de mondjuk más táján, más sportágokban a világban nincs ebben rendkívüli. Másra mondjuk mi is ismerünk hogy olyan barátokat, kollégákat, akiket évek óta megszokták, hogy a január 1-ét vagy 2-át a hoki csapattal töltik valahol Ausztriában. Persze, az más. Most a amerikai major sportokat is, ha nézzük, ott sincs karácsonyi beigli szünet azért, hogy mondjuk a LeBron James-ek ne kelljen játszani, mert akkor is vagy utaznak, vagy játszanak, vagy a kettő egyszerre. Szóval nyilván ez az üzlet, ez ezt az áldozatot mindenkitől megköveteli. Az más kérdés, hogy az általános megterhelésük vagy leterhelésük, ami mondjuk a futballban nyilván eléggé speciális, az meddig húzható. Ide kapcsolódó egy másik mai hír, amit fölírtam, és ami szerintem szintén ilyen kicsit ilyen bicska nyitogató, és más sporták kapcsán is felmerült, hogy ugye most a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség konkrétan gyakorlatilag pénz
beígérésével próbálja arra rávenni a szövetség tagállamait, és elsősorban nyilván a szegényebb, kvázi a futballban jelentéktelen államokat, hogy szavazzák meg a két évenkenti labdarúgó világbajnokságot. Mint egy mennyi 18 millió euró? 19 millió dolláros plusz pénzalapot akarnak létrehozni, amiből országonként gyakorlatilag... De nem országonként adnák ezt a 19 millió dollárt? Egyelőre azért... most egy pénzalapról van szó. Egyébként az ezt finanszírozó cég később egy ilyen 3,5-4 milliárd dolláros pénzalapot hozna létre, amiből valóban több millió dollár jutna nyilván minden országnak. Csak hát az a gond ugye, hogy azok az országok, akik mondjuk a világ nagy bajnokságait adják, meg azok a klubok, azok igazából így is még rosszul járnának. Nem is ez a lényeg, hanem tényleg az, hogy van egy foci EB, egy foci VB, ugye ezek vannak két évente, ugye EB négy évente, VB négy évente, így két évente, tehát ezeket várod. Annak idején volt egy rajzfilm, és ha már karácsony, akkor ott a rajzfilmnek a fő szereplője kívánhatott egyet, és ő azt kívánta, hogy legyen minden nap karácsony. Ajaj. És ugye így is lett, és ugye nyilván az első karácsony az még nagyon szuper volt, még a második is nagyon-nagyon jó volt, de már a harmadik már kevésbé, a negyedik, ötödik, már unalmas volt, már nem ugyanazt az élményt adta, és ugye nyilván a rajzfilmnek a főszereplője is aztán megpróbálta ezt visszacsináltatni. Tehát én azt gondolom, hogy a teg a labdarúgásnak az ünnepe az a VB és az EB, és ezek szerintem tökéletesek így, hogy van mire várni, hát várakozni az önmagában tényleg megint akkor karácsony, az egy felfokozott lelki állapotot idéz elő, akkor, amikor odaérsz, és ez a varázsa szerintem a foci VB-nek, és borzasztó, hogy tényleg a pénz mennyire fölülír minden. Hogyne. A profitért túltoljuk a biciklit, csak hát azt felejtik el a befektetők, hogy ez teljesen kontraproduktív. De nem lenne profit, hát az a poén benne, hogy most így elolvastam kicsit részletesebben, az európai topligák számára körülbelül 8,5 milliárd dolláros veszteséget jelentene egy két évenkente megrendezett világbajnokság, tehát a topligák, ahol igazából fújják a passzát szelet, ahol valóban a nagy pénzeket keresik a világ legjobb játékosai, pocsékul járnának ennek köszönhetően a néző is, hiszen ő is a topligák meccseire kíváncsi alapvetően, kik járnának jól? Azok, akik hatalomba tartják az UEFA elnökét, vagy a FIFA elnökét, meg a FIFA meg vezetőjét. Meg az a néhány kis ország, ahol néhány kis ország, ahol ez a egyébként tényleg akár top ligát tekintve klubszinten apró pénznek tűnő összeg az óriási lóvé. Tehát ezzel ugye ez a baj. És ugye az a baj, hogy ugyanannyi szavazati joga van, mit tudom én, Vanuatunak, meg Togónak, mint Németországnak, vagy Angliának. Ez tehát, ismerős, hogy... nem? Az öttusáról, ugye itt ült Károlyi Kis Antik, és ezt mesélt el, hogy még a lovaglást is a saját szövetség elnöket dobja ki örömmel a programból, ha arról van szó, hogy még 3 évig kaphatja a lóvét, mint elnök. Vagy országos sportági szakszövetségeknél sem igazságos, én azt gondolom az, hogy egy mondjuk nagy, több száz főt működtető, versenyeztető egyesület vagy szakosztály ugyanakkor a szavazati joggal bír, mint az, aki mondjuk tegnap előtt jött létre, belépett, és van 2 darab versenyzője. Tehát ez nonsens. Ugye itt vannak azok az ellentmondások, mert gyakorlatilag ott vagyunk megint a Superliga témájánál, ami az egyik sláger volt ebben a műsorban is sokszor beszéltünk róla, hogy van-e futballnak ez a bizonyos romantikája, amit te is mondasz, hogy milyen nagy dolog 4 évenként VB-n csodálni a legjobb válogatottakat, vagy Európa-bajnokságon, milyen jó, hogy ott akár a magyar válogatott is játszhat. Igen, csak közben ugyanezek a top klubok egyébként már ezek meg ezt az VB-t, meg ezt az EB-t is sokkalják, tehát oda se szívesen engedik el a játékosaikat, hiszen a pénzt nekik a klubban termelik, és ha megsérülnek egy világbajnokságon, akkor nem termelik. Tehát nagyon-nagyon szembe helyezkedik egymással a futballnak ez a romantikája, de valószínűleg ennek a romantikának az értékéből is nagyon sokat venne el az, hogyha tényleg gyakorlatilag, hogy te is mondtad, minden nap karácsony lenne. Arról nem is beszélve, hogy gyakorlatilag akkor valami tényleg nehéz megmondani, hogy mi lenne az, amit úgy nagyon várna az ember. Mert a 77. nem tudom, Németország, Franciaország mérkőzés sem ugyanaz, mint amikor 4 évente találkoznak egy VB-n. Szerintem a bicikli, ha nem is túltolásának, de teljesen félretolásának és defektesre való tolásának az egyik nagyon jó példája az Európa Konferencia Liga.
Mi azt se tudom, kik vannak benne. A REN tovább jutott ez. De miért? Az első selejtezőkörben, akkor tulajdonképpen... Igen, persze van az elmélet, hogy nyilván azok a klubok, azok a mondjuk jellemzően kelet-európai klubok, akik vagy amelyek nem feltétlenül juthatnak el mondjuk egy BL Európa Liga szintre, azok nívósabb ellenfelekkel játszhatnak a Konferencia Ligában, de valójában kiderült, hogy is embert nem érdekel a Konferencia Liga, még a klubokat sem. Az a legjobb játék, szoktam nézni, ugye dolgozom a Konferencia Ligát is közvetítő csatorna, és így jönnek real-time-ban a különböző összefoglalók, és fönn van a jobb felső sarokban a két csapatnak a hárombetűs rövidítése, és azt próbálni kitalálni. Tehát amikor olyan neveket látsz, amiről hogy életedben nem hallottál, mert nem az van odaírva, hogy Ajaxnak a hárombetűje, vagy a Dort, ahogy szoktunk. Szerintem egyébként a Konferencia Ligával sok szempontból nincsen baj. Mert az pontosan arról szól, hogy? Arról az elvről, hogy próbáljunk meg lehetőséget adni a nemzetközi kupában. De ez kamu lehetőség, Tomi. De pénzt nem kapnak érte, minős ellenfelet. Ez igazából egy ilyen... Valami lóvé jár érte. Szerintem a szemét kiszúró kompenzáció azoknak a kluboknak, akiknek még lehetetlenebbé tették, hogy eljussanak a BL-be vagy az EL-be. Szerintem ez akkor lenne korrekt, hogyha ugyanúgy lenne, ahogy az eddigi tradicionális rendszerben, hogy egy Ferencvárosnak vagy Fehérvárnak is pontosan ugyanannyi, vagy ugyanannyi esélye legyen bejutni a BL-be vagy az Európa Ligába, mint egy nagy klubnak. Hát igen, mert eddig megvolt ez az esély. És amikor azért a klubokat sajnáljuk itt a válogatott futball kapcsán felmerülő őrült ötletek miatt, akkor azért jegyezzük meg, hogy ezek a klubok, a klubtársadalom ugyanúgy működik önmagában, ahogy a FIFA, mint nemzetközi szövetség, hogy az elsők között vannak egyenlőbbek, azok szállítják a nagypénzt, azok kaphatják a nagypénzt, a többinek meg oda van vetve, hogy jó, hát össze mehetsz a Konferencia Ligába, ami egyébként szerintem még egy stadionban telt házat nem vonzott és a kontinens. Majd nézzük, az egyenes kiesés ezt akarsz. Most itt van a szegény Kisvárda, mi lesz vele, ha bajnok lesz? Lehet, hogy lenne egy telt ház. Ott lehet. Ha Kisvárda bajnok lesz, akkor a Bajnokok Ligájában indul. Hát és jó, pottyan át az Európa Ligába, és onnét pottyan át a Konfetti Ligába. Mi lesz, ha tényleg dobogós lesz? Akkor Konfetti Ligázik, és? Na, de és az Európa Liga? Konfetti Ligázat, hát most véded a becsületét. Bármi csúnyábbat is mondtak már rá. De szerintem nem egy rossz korrekt, ötlet. Nem korrekt a rendszer. Eddig se volt az, de eddig azt mondtam, hogy persze legyen négy a topligákból, legyen. Hát ugyan Bajnokok Ligájának hívjuk, de az ezüstérmes azért nyilván sokkal jobb, mint mondjuk egy nem bajnok csapatok ligája, hanem bajnokok. Hát mégiscsak annak a jogutódja azért. Hát, oké, de pont ezért változtatták. De eddig legalább meg volt a lehetőség, hogy bejuthattál másodikként, harmadikként az Európa Ligába. De Krisztián, valószínűleg ez már nem reális, mert tényleg maga a futball lett olyan méretű üzlet. Tehát amikor elkezdték Bajnokok Ligájának nevezni, 1991-ben volt az első sorozat, amit ugye a Marseille nyert meg Basile Boli fejes góljával a Milán ellen. Utána zárták ki őket? Hát mert a Tapi ugye csalt, lopott, hazudott, ami kell. Igen. De az a lényeg, hogy az volt az első olyan, hogy Bajnokok Ligájának hívták, de gyakorlatilag még majdnem megegyezett a bajnokcsapatok Európa kupájával, és még utána is volt az, hogy két négyes csoport, tehát ugye 8 csapat, utána volt az, hogy még egy Ferencváros is egy darab európai bajnok csapatként egy selejtezőt játszva be tudott jutni a Bajnokok Ligája főtáblájára. Ez ma már nem azért elképzelhetetlen, mert mondjuk annyival több csapat van, hanem azért, mert annyival több gazdaságilag erős és mindenki számára vonzó csapat van. Ez még oké, de az, hogy elzárjuk ezt a csapat, és azt mondjuk, hogy jó, van kisgyerekek ott a Konferencia Ligában, ott akkor lehet labdázgatni, és akkor ennyi. Hát de nem tud se, akkor a megoldás az lenne, hogy legyen 124 csapatos Bajnokok Ligája, de az meg a Bajnokok Ligája. De ez az út, hogy legyen két hetente VB, mert előbb-utóbb már ott fogunk tartani, hogy tegnap is volt egy VB, meg ma is, meg holnap is. Ez ugyanolyan kontraproduktív lesz, mint ez a Konferencia Ligája. Úgy kell, mint az ökölvívó címmeccseket, hogy mint a Hollandia megveri a németeket, ők a világbajnokok, szóval majd kihívja őket Olaszország. Hát ugye van ez, nem teszem benne, hogy mi... hogy hívják magukat, vagy hogy hívja ugye van egy olyan világbajnoki cím, amit nem tudom mióta datálnak, és akkor ilyen rendszerben, és ugye mi is a pont, mikor, ugye, amikor legyőztük az olaszokat, akkor ők voltak ugye rendes VB-n is a címvédők, meg ennek itt egymást verjük, és úgy leszünk világbajnokok, világbajnoka, és akkor legyőztük őket ugye Várhidi irányításával 3-2-re,
kim voltam azon a meccsen. Szerintem ez az igazságtalanság, amiről te beszélsz, Krisztián, akkor lenne kevésbé feltűnő, hogyha az Európa Ligáért és a Konferencia Ligáért hasonló nagyságrendű pénz járna, mint a Bajnokok Ligájáért, mert akkor valószínűleg mindenki sokkal motiváltabb lenne, hogy részt vegyen benne. Normálisan működő gazdasági környezetben, egy olyan rendszerben, ahol a szponzor azért valóban azért fizet, hogy őt lássák, ott igenis az, hogy te azt tudod mondani, hogy figyelj, kim vagyunk a nemzetközi kupában, és ez legyen a Konferencia Liga, ezért plusz pénzt tudsz kérni, többet tudsz nyújtani a te szponzorodnak ezáltal többet. Amennyiben ilyen tévével tudsz szerződést kötni, aki ezért sok pénzt hajlandó fizetni. Most nem a tévé, nem, most a saját messzponzorodról beszélek. Hát a messzponzornak a tévéközvetítés kell. Tehát, hogy igazából mindenkinek az a... Melyik Konferencia Ligát nem adja a saját televíziós csatornát? Valamiért mégis de szerintem nincs olyan mérkőzés ma az Európai Kupaporondon, ami ne kerülne képernyőre. Akkor te tudod a Konferencia Liga tavaszi egyenes kieséses sorsolását? De hogy hát tudom. A Tottenham nem lesz ott, az biztos. Figyelj, a Tottenham nem lesz ott, a Rennes igen. A Bajnokok Ligáját se tudnám elmondani fejből. Főleg, hogy kettő sorsolás volt, és egy picit már megvagyok. Most akkor az Atletico-val játszunk? Szilárd, a United kivel? Igen, ezt akartok kérdezni. Most az Atletico-val játszunk egyébként, egy kicsit visszautalva, egy fontos tényezőről nem beszéltünk még, hogy a játékosok akarják vajon, hogy legyen mondjuk, hogy visszatérve legyen világverseny évente, hogy legyen ennyi mérkőzés, mivel ott indítottuk a beszélgetést. Ugye, hogy így is alig van idejük, mivel Angliában például karácsonykor sincs megállás. Nagyon komoly szószólók vannak, igen, akik tiltakoznak. Mi lenne ebből olyan szinten is, hogy igen, tiltakoznak, és majd akkor nagyon is jogosan tiltakoznának, és akkor már klubok is tiltakoznának, amikor elindulna egy sérülés hullám például, hát ebből kifolyólag. Egy-kettő, meg tényleg mi van akkor, hogyha ez az egész úgy alakul, hogy lesz egy ilyen, mondjuk úgy hullámzása, hogy az EB-t követő évben rendezett világbajnokságot annyira nem veszik komolyan a csapatok, hanem majd az utána levőt, és akkor pontosan, oké, most megnyertem ezt a VB-t, de nem, tehát mint a női kézilabda válogatott, ugye 2000-es Európa bajnoki címe, hogy az olimpia után nem sok, rengeteg átalakulóban lévő rendszert váltó válogatott volt, mindenki tudta, hogy annak az EB aranynak bár óriási értéke van, nincs akkora súlya, mint mondjuk az egyel korábbi EB-nek. Én azt gondoltam egyébként, hogy ez a Nemzetek Ligája is egy kapufa lesz. De ez jó. De nem rossz. Tényleg van benne ráció. Bari meccsek. Igen, dél-amerikai brazilok, argentinok jöjjenek a Nemzetek Ligájába. Csak akkor az a kérdés, hogy az nem világbajnokságra kívül. De hát a komplett izé, nem csak a brazilok, argentinok, hanem a komplett izé. Dél-amerikai federáció. A Nemzetköziek Ligája. Ez már szerintem egy kicsit erős, de egyébként maga rendszertesen. Két héttel a bajnokság után, ha már a fáradt játékosoknál tartunk, el kell menni Bolíviába játszani. Nem kell elmenni, mert az összes meccset Európában játszanak. Lehet egyébként olyan, hogy évente vagy két évente például B-csapatos világbajnokság, meg B-csapatos Európa-bajnokság. És akkor lehetne. Szedjél már össze a magyar válogatottból egy B-csapatot. Na jó van. Hát az hat is nehéz. Lehet szél is, de mindegy. Tehát mondjuk az első, az A csapatból mondjuk hárman játszhatnának a B-be, és akkor lehetne egy ilyen megoldások, esetleg nagyon, nagyon ragaszkodunk hozzá, de nem biztos, hogy nem ez lenne. Jó, de hát a futball a legjobb megoldás. És ez olyan, itt berzenkedünk meg minden, ugye a VAR ellen is, a videóbíró ellen is tiltakoztunk, legalábbis én. Aztán mégis van, úgyhogy tehát tényleg ezzel ez a baj, hogy pénz beszél, kutya ugat, a karaván meghalad. Hát én tegnap néztem a közmédiában a műsort, amiben a Hanna Csek Attila mondta, hogy közel 90%... A nézők kedvére azért mondd el ki, az Hanna Csek Attila. Nem biztos, hogy mindenki hát tudja. Hát játékvezető, most az MLS játékvezetői bizottságának nyomozó az elnöke. Nyomozó volt egyébként. Így van. Ő a kopasz, igaz? Igen. A Kodzsek. Kodzsek, igen. Azért. Hát nekem más figura jutott róla eszembe, hogy néztem ezt a beszélgetést, de mindegy. Szóval, hogy jelentősen csökkent a durva hibák száma, amelyek egyébként megtörténtek volna mondjuk adott esetben VAR nélkül. Jó, de mivel... A Magyar Bajnokság, az OTP Bank Ligában. Oké, és mivel csökkentjük majd a játékosok durva hibáit, tehát a jó lövésbedobás... Tehát nekem ezzel mindig is ez volt a bajom, hogy a játékhoz hozzátartozik azáltal, hogy emberek űzik a hiba, és a játékvezető is ember, ő is hibázhat. Tehát ez, hogy hát, tehát én van. Ettől komolyan mondom, az agyamat eldobom, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, mert nagyon cifrákat tudok ilyenkor mondani, hogy van egy gól, örül a csapat, de várjunk, mert még akkor várjál, még nézik a VAR szobába, mit néz, nem tudjuk, valamit néz, várjál,
vagy megadja, vagy nem, jó, és akkor eltelik másfél-két perc, és akkor gól, és akkor még egyszer. Ennek, ennek a technikája borzasztó. Igen, borzasztó. Ugyanakkor mit egy amerikai futballban látjuk, hogy egy perc alatt lezavarnak egy ilyen videózást, tehát engedhetsük meg azt is, hogy, hogy lehet, hogy ez még picit ez a része fog fejlődni. Bizonyos szempontból ott azért, bár nem, nyilván egyáltalán nem vagyok amerikai foci szakértő, de azért azt szerintem elmondhatjuk, hogy azért az amerikai fociban sokkal egyértelműbbek a helyzetek és a szabályok. Hát azért, amikor 13 egyenként 140 kilós csávon összeakadik, és akkor legyen egyértelmű. A szabályok, azért igen. nálunk ugye rendes, normális fociban, ott azért nagyon sok mindent meg kell adott helyzetben vizsgálni. Hogy más nem mondjak, az amerikai fociban nincs ilyen, hogy a kéz mondjuk kereste a labdát. De alapvetően szerintem a VAR kapcsán igen, kétféle olyan szituáció van, amit nagyon sokat néznek, és nagyon sokról bizonyosodik be utólag, hogy volt valami, ami módosítja az ítéletet. Az egyik a leshelyzet, a másik valóban a kezezés. És az az érdekes helyzet szerintem, én egyébként nem értek egyet feltétlenül Tomival ebben a VAR ellenességben. Most megyek ki. Ünnepi beszélgetés, így karácsönt, és akkor belém állsz. Ebben a témában nem feltétlenül azok. Mindjárt mondom, hogy miben nem volt már megint jó igazán. Nem azt mondom, hogy nincs igaz, hanem azt mondom, hogy én máshogy gondolom, de akkor mégiscsak egy kicsit igazat adok neki, ha arra gondolok, hogy biztosan nem arról van szó, mikor Hanacek azt mondja, hogy kevesebb a súlyos hiba, hogy eddig a futballban kevesebb volt a leshelyzet. Nem, ugyanennyi volt, csak ami 3 centi meg fél milliméteren múlott, azt egyrészt nem vették észre, másrészt nem nézték vissza, és nagyon érdekes lenne, lehetetlen, hogyha ki lehetne deríteni, hogy a futball történelemben hány olyan mérkőzés volt, aminek az eredménye akár nagyon fontos meccseké megváltozna, mert kiderül, hogy az akciót indító... Azért baromság ez az egész, Tomi. Mert valójában, tényleg valóban előnyszer, tehát előnye van a csatárnak abból, hogy a fejének a sarka, amivel mondjuk gólt szerezhet. Van egy szabály, oké. Okay. De valóban előnyt szerezel. De akkor a szabály rossz. Akkor mondjuk ki, hogy a les az egy szubjektív dolog, megítélik, előnyt szerzette vagy nem. Na bocsánat, az új les szabály az tényleg egy baromság. Igen, tehát, bocsánat, na, az viszont hogy a Tomi most jól mondta, mert azt mondta, hogy a játékvezető is ember, játékvezető is ember is hibázhat, viszont ha már varrozunk meg játékvezető közünk, akkor a játékvezető hibázhat, a játékvezetők nem hibázhatnak. Azért vannak többen, hogy ne hibázzanak, és ez nagyon fontos szempont szerintem. Igen, az biztos, hogy maga a Varszóban is egy érdekes hely lehet, egyszer majd biztos készül erről is egy dokumentumfilm, hogy ott milyen. Mert azért olyat is látunk, hogy valahogy a nagyobb csapatnak kedveznek, valahogy máshogy ítélik meg az egyik ugyanolyan szituációt a mérkőzésen, mint a másikat, akár úgy, hogy mind a kettőt megvarozzák. Szóval én csak azt mondom, hogy valóban bizonyos helyzetekben tök jó, hogy van, és nagyon igazságtalan lenne, hogyha mondjuk nem születne meg a helyesbített ítélet. Másoknál viszont azt mondom, hogy én is, hogy kicsit túlszőrözik ezt a dolgot. De most tényleg, amikor mentén behúzott 3 centis lesek. Hát erről beszélek, és tényleg előnyt szerez a... Nem. Hát és pont erre irányult ugye annak idején az, hogy az a fajta nem is szabály, hanem ugye gyakorlatilag egy irányelv, hogy a támadó focit támogassuk, és az ilyen helyzeteket inkább engedjük el. Hát most tényleg, most elengedjük. Melyik helyzet? Mikor lesen van? Elengedik, aztán csatán. Visszanézik, igen. Ez most az van, hogy elengedik, visszanézik, ez egy és tényleg a sarka előrébb. Abból valóban előny szerez, nem hát szerez előnyt. Emiatt pukkantuk ki a portugálok ellen. Hát például. Ja. Jó, mondjuk az. De egyébként Iványi és Solymosi sportárs visszavonultak, és a varkocsiban fognak szerepet kapni. Ott is lehet, hogy meg közösség. De egyébként úgy ott lennék a játékvezetők, vannak edzőtáborban játékvezetők, tudod, nekik is ilyen fizikai felméréseket, hogy a VAR játékvezetők azok hogyan készülnek. Tehát napi 4 óra monitorbálulás, és közben dupla klik. De egyébként egy dologra nem jöttem még rá, hogy nem jutott eszébe senkinek, hogy a varkocsi szponzora a varkocs kocsma legyen. Mert ez csak Fehérváron van biztos. Nem. Na, úgyhogy, hát ez egyébként, hogyha 2024-ről beszélünk, nyilván a VAR még mindig eléggé új dolognak számít, és az is volt az év egyik nagy témája. A másik, hogy említettük is, tényleg ez a Covid, amiről a mai napig ebben a pillanatban sem tudjuk, hogy még akár a közeljövőt is hogy fogja befolyásolni. Kinek vannak összeesküvés elméletei? Kinek van? Igen. És Covidot is meg lehetne varozni, az lenne jó, nem? Tehát, hogy valakit karanténba küld, nézzük csak vissza. Akkor még nem kapta el a Covidot, mikor találkozott veletek, és akkor ezt így vissza lehet nézni. Tulajdonképpen ez ugye egy ilyen
összegző műsor is. Úgyhogy arra gondolom, milyen jól összegeztük eddig az évet. Megkérdezlek titeket, hogy mi a legemlékezetesebb számotokra 2021-ből, ami a sport világát illeti, mi az a teljesítmény, akár lehet, hogy nagyobb szempontból lényegtelen nektek, mégis fontos esemény, mi az, ami úgy megmarad, és azt fogjátok mondani, hogy na igen, ez 2021-nek egy fontos pillanata volt. Szilárd, te már kész vagy a válasszal. Etén már teljesen. Tomi biztos egyet fog velem érteni benne, de valószínűleg az, hogy ugye például a Manchester Unitedhoz ugye visszajött Cristiano Ronaldo, ami egyrésztről jó, most belegondolva, mert hogy hozza a gólokat, másrésztről jó, mert példát mutat a fiataloknak, és itt a probléma, hogy példát mutat ő már a fiataloknak, ugyanúgy, ahogy Cavani is teszi a csapatba. Tehát a jövő Cavani nagy kérdése. Általában nem sokáig. Általában nem sokáig, pedig ő is egy nagyon-nagyon szimpatikus, nagyon Bezony. Eredményes játékos, nagyon szerethető figura, csak az a baj, hogy ők azért már nem ma kezdték. Tehát, hogyha meg mondjuk ennél igen. Nagyobb baj lesz, ha egy év múlva kérdezem ezt, és még mindig Cavaniról is. És még mindig a Manchester United számára. Tehát ez lesz a probléma, hogy két olyan kaliberű csatát kell majd éveken belül, vagy talán egy éven belül pótolni, ami azért nagyobb kluboknál is picit nehézkesebb feladatot jelent annál, és inkább mivel Marcial sem érzi jól magát, pedig hogy indult ugye annak idején, mivel túl már nem ennyibe bemutatkozása. Nem, mert egy pillanatról beszéltünk, és ráadásul én nekem négy pillanatom van, úgyhogy... Igen, tehát ez igazából a jó történés, számomra kedves történés, hogy visszajött Ronaldo, viszont az, hogy mi lesz a csapattal ebből a viszonylatból, az viszont tényleg a jövő kérdés. Erről a jövőre válaszolok. A MOL Fejvár egykori sajtófőnöke itt a Manchester Unitedról beszél. Hát neked már ilyen pocsiban ennyire tartalod. Na Tomi! Nekem több is van egyébként. És nyilván, tehát azért az legyen, hogy ez egy ilyen év volt összességében, Covid-dal, tényleg nézők nélküli olimpiával, Európa bajnoksága, tényleg az ember visszagondol, és jönnek az emlékek, hát nyilván a maga a magyar-portugál, de az nyilván azért, mert megéltem, tehát átéltem, ott voltam kint a helyszínen, és emlékszem, hogy így sétáltam a lezárt részen belül, ahol buszok nem jöhettek be, de még Stefánia felé, és tudom, emlékszem, mentek el a helikopterek, ugye jött a hömpölygő tömeg, rázott a hideg, hogy úristen, gyerekkorom óta erre vágyom. És aztán ott voltam. És aztán ott voltam. És találkoztunk, így van. És mondom, hogy kijutok egy hazai rendet, egy Európa bajnokságról, a magyar válogatott játszik, tényleg. Hát ugye ennél nagyobb álom már csak egy hazai rendezési olimpia, amit ugye egyelőre úgy tűnik, hogy még az várat magára, de akkor ott van tényleg az olimpián Szilágyi Áron, aki egészen elképesztő teljesítmény az, hogy megint olimpiai bajnok tudott lenni. Nekem az olimpiáról egyértelmű, nyilván picit haza is beszélek, Bicsák Bence sztória, ugye a triatlonista srácnak az olimpiai hetedik helye, amivel tényleg fölrakta a magyar triatlon sportot a térképre. Megint más kérdés, hogy folyamatos veszekedés a szövetségen belül borzasztó dolog. Tehát nekem ez az egyik igazán nagy pillanatom, a Bicsák hetedik helye. Walter Atti, Giro d'Italián 3 napig tényleg, tehát az a befutó, ahogy tényleg leközvetítették ugye az Eurosporton, elképesztő. Tehát az, hogy egy olyan sportágban, amit tényleg mérnek, az annak egy olyan versenyén, amit milliók, százmilliók néznek, 3 napig egy magyar srácon mondta a rózsaszín trikó, és hol van még az egésznek a vége? És akkor maradva a kerékpár sportnál, tényleg Vaskatablanka, nagyon sokszor elmondom, elképesztő, tehát óriási valaki, egy ilyen, szintén, tehát kerékpáron belül mountain bike, országúti és cyclocross, és ez tényleg egy olyan sportág, amit néznek az emberek, ami érdeklődés övez, és ebben 3 szakágban tehát meg a giga tehetség, és hát nyilván az utolsó kör. Ugye, melyik? Ez szerintem Szilárd is akarta mondani. Szerintem, aki Forma 1-et néz, teljesen mindegy, hogy most úgy ítéli meg, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó. Örül annak, hogy Verstappen lett ezáltal a világbajnok, vagy nem örül. Ilyet kitalálni ért. Tehát azt mondod, hogy tehát leraksz egy forgatókönyvet az asztalra, és azt mondod, hogy figyelj, itt csinálunk egy ilyet, hogy az elején ez van, aztán a közepén elmegy az egyik, aztán zárkóznia kell a regnáló világbajnoknak a VB, és utolsó futamra egyszer érkeznek, és utolsó kanyarod, és tényleg azt mondtad, hogy ezt a filmet nem fogom megnézni, mert a realizmus ilyen az, ami... Nincs, tehát ez körülbelül olyan, mint annak idején csinálták, hogy eredetileg Forma 1-jel akarták megcsinálni, aztán az IndyCar lett a Stallone-s autóversenyes film, borzasztó. Tehát azt gondolnád, hogy ezt megcsinálnák filmben, nem jön neki.
Tehát ez nem, de az, hogy az élet ilyet produkált, szerintem, tehát az nekem az utolsó. Egyébként már földolgoztam, úgyhogy mindenkit megnyugtatok, titeket is, hogy földolgoztam, és ha elém tolják ezt a forgatókönyvet a szezon elején, azt mondom, hogy legyen. Krisztián, ehhez képest neked gondolom egy jó magyar almás bicske, vagy valami. Mégiscsak fejlegyénylap, hogy mindig erőssége volt a megyei bajnokságok követése, nem tudom, hányszor kellett bennülnöd megvárni a utolsó tudósításokat. Hát home office van, úgyhogy nem annyira. De nem, nekem azért a kezdőkör felvétele. Köszönjük, na. Valamennyi kezdőkör felvétel nagy pillanatból indult. Ahogy ne, főleg mikor elkéstem. Egy 30 percet csak mindösszesen. Utólag is elnézést minden érintettől. Mert mikor Kaiser Tomi a futballmenedzserben megnyerte a Championship-et, az egy emlékezetes pillanat volt, és a Premier League-be fel tudott menni a dobogóra. De nem easy. Ja, de ilyen beginner fokozatom. Ott nem tudsz állítani fokozatot, csak mondom. Ennyi. És nem dobogóra mentem, kispolytás, megnyertem a Premier League-et. Megnyerte? Meg persze a Premier League-et. Év végére is jut egy emlékezetes pillanat. Viccet félretéve, nekem egyértelműen Fiola Attila Franciaország ellen szerzett gólja az Európa-bajnokságon az a leghidegrázósabb. És Séferi 2-1 ide azon akkor? Nem voltam kint. Jó, nem voltál kint? Hát az otthon a tévé előtt is olyan volt, hogy berekedtem. Én egy meg úgy akkor mentem WC-re, azért nem láttam. Ja igen, hát ez nekem. Professzionális jól van. Hogy kell. Én is felértelő volt. Hogy egyszerre megyek, hogy arra nincs, akkor gondos szerencsére volt. Valakint ilyenkor fölkerülnek utólag, mint a Forma 1-es utolsó kanyarnál is, meg amit említett a Walter Attila, hogy a közvetítések, hogy hogyan közvetítsd. Azt kellett volna, hogy te hogyan közvetíted a Schäfer gólját. Mit a lesz, nézzen a csupaszpisztoly, akkor kimegy a tárgyalás, és bekapcsolva van a mikroport. Igen. Szóval egyértelműen Fiola Attila gólja volt a legfelemebb pillanat. Ami pedig... És melyik volt az év legjobb sajtótájékoztatója? Nem tudom, sok nem sok, volt. Sokkal nem jössz. Hát én rendeztem a videó annak. Hát egyértelmű, igen, azokat nagyon-nagyon szerettem. Ami nem pozitív, se nem negatív, hanem ilyen neutrális, meglepően neutrális, annak ellenére, hogy az olimpiát, meg minden, ami az olimpia körül van, nagyon szeretem, de az olimpia szele valahogy Tokióból engem nem vert a földhöz annyira, mint korábban bármikor. Ennek nem tudom, mi lehetett az oka. Sokkal kevesebbet is néztem, és valahogy nappal sem vertek földhöz a nagy eredmény, nagy magyar eredmények, pedig valóban óriási eredmények voltak. Hát messze volt, nem éreztem át. Valahogy... De minden tiszteletem az olimpikonoké, meg az olimpiai eszmé, de valahogy az nekem... Ezért vagyok egy végtelen, nosztalgikus... De én nosztalgikus, hiszen nem is értem még akkor, hogy valami vissza... Mikor? Mikor nem értél? Mire gondolsz? Tehát, hát gondolod a 60-as, 70-es években, ja, amikor már... Már visszagondolunk egy pillanatra. Ja, de nem, hát, nem kell amikor már messzire. Működött tényleg a melyik sport... Melyik VB-t láttad először, foci VB-t? A 98-ast. Jézus Mária. Hát a 94-esnek a döntőjét azt láttam. De azt akartam mondani egyébként, hogy akkor már éltél, csak hát nyilván még nem emlékszel rá, hogy egyébként, mert a Tokióval párhuzamosan, hogy 88-ban Szöulban volt az olimpia, ugye egy 84-es általunk bojkottált olimpia után. Én akkor 18 éves voltam, és az, hogy időeltolódás semmit nem számított, tehát amikor tudtuk, hogy Darmi Tamás fog úszni, ha hajnal 3-kor fölkeltünk. Ezt akartam kihozni. Egy nagy cikket, hogy tényleg az ország szinte össze, megfogtuk egymás kezét virtuális, az egész ország várta, hogy a Darmi ússzon. És mostanra ugyanúgy voltam vele, hogy Krisztián is mondja, hogy ez a fajta lelkesedés, annak ellenére, hogy tehát nem lehet ezt csak az időeltolódással magyarázni. Nyilván azért ez az egész Covid sújtotta, elhalasztott, nézők nélküli olimpia, de ami szerintem sokkal fontosabb kérdés, és majd egy jövő évi kezdőkörben egyszer ugyanebben a körben visszatérünk rá, de szerintem még a legelső egyikébe feszegettem is, hogy ennyi év sport újságírói, sportban eltöltött, sport közelében végzett munka után tud-e az ember ugyanolyan szurkoló, ugyanolyan lelkes és áthatott maradni, mert szerintem ennek is része van abban, hogy nem úgy nézünk ma már egy versenyt. Figyelj, mondtad ezt a szőút, nekem Atlanta volt az első, én a 12 voltam, mert nem nagyon volt közvetítés, amit amit ne láttam volna, csak közmédia adott tényleg, tehát Czene Attila, surranó pályás olimpiai bajnoki címe. Legendás közvetítés vitrai így van, az műfajnag is. Jani Szijevinennel szemben, vagy tényleg a braziloknak lőtt gólja a magyar
válogatottnak, tehát tényleg mindent. De ma annyira fölgyorsult, és annyira másabb, tehát ma már tényleg azt is, arról is hírt adnak a portálok valamilyen módon, hogy csak ki mire gondol, vagy a menedzsere, vagy hova szeretne, vagy hova nem szeretne menni. Gol.com, de hát, nagyon szeret. De hogy annyi információ van, és ezért mondtam ezt a 60-as, 70-es évekbeli példát, hogy ott tényleg az volt, hogy az maga az esemény volt. Itt már az esemény előtt a fölvezetés olyan, hogy tényleg tudod, hogy kinek a sípcsontja miért gyullad be, és az a gyulladás, hát meg milyen kenőcsel kezelték. Meg minden hétvégén kapsz valamit tömegével. Szilárd, dicsér meg, igaza van. És jót mondott. Azt mondták, hogy azt kell mondanom, hogy igazad van. Az a véleményem, hogy igazad van. Ez tényleg így működik a mai világban. Vállalati hierarchia még működik. Igen, én biztos vagyok benne, hogy ez valóban... 24-én dolgozott kisgyerek, akkor ez eldelt, jó? 2022? Hát akkor végig az ünnepek alatt. Ez valóban közrejátszik, hogy tényleg olyan szinten kapjuk és özöllik ránk a sportélmény, hogy nem ugyanazt jelenti nyilván még egy 4 évenként olimpia sem feltétlenül. De ezzel együtt... tudnád sorolni a mostani olimpia magyar aranyérmeseit? Nem menjünk ebbe bele. Jó. Van benne birkózó, azt tudom. meg kajakos, meg vívó. Hát egyébként sajnos tényleg az a helyzet, hogy a régieket fejből most is akár, de... És neked mi volt a legemlékezetesebb? Hát nem volt... Hát az a kezdőkör, amikor elkéstél, az nagyon... Önmagában nagyon hálás vagyok Tominak, hogy ezt a műsort egyébként így kitalálta, szerintem rengeteget gondolkozott rajta, és aztán kipattant az agyából, és jó, hogy ez van. De hát, hogy milyen igazad volt már megint? Már akkor? Igazad van, megint 6. Tehát, hogy egyébként az a portugál meccs tényleg, és nem is csak az együtt szurkolás. Lútbőrös leszek, vagy libabőrös, hogy kell mondani? Igen. Nem is csak az együtt szurkolás élménye, meg az, hogy tényleg mennyi ember és milyen fantasztikus esemény. Nekem ez kicsit persze szubjektíven és abszolút magam felé, vagy a saját emlékeim felé hajlóan, hogy amikor mentem a stadionba, akkor tényleg eszembe jutott, hogy milyen volt nagy eseményeken dolgozni, Európa-bajnokságon megközelíteni egy stadiont, úgyhogy tudtad, hogy vár rád egy közvetítő állás valahol, ahonnan valahol majd közvetítesz. Valahol fönn a stadion tetejében, az egyik sarokban. Általában jó helyeken azért, meg ott lenni olimpián, ott lenni bajnokok ligája mérkőzéseken, és az a feeling, amikor az ember ott is azt élvezte, hogy egy a sok közül azért, tehát együtt mész a tömegekkel a meccsre, én ma is föl tudom idézni például az Old Traffordhoz vezető utat, vagy a Liverpoolit, hogy nektek kevésbé kedveset is mondjak. És ennek volt magyar vonatkozása is. Igen. Liverpoolit. és tehát, hogy ez az élmény megkapta az embert, hogy ez ebben tök jó részt venni. És hát azért azt gondolom, hogy természetesen nagyon örültünk Kovács Laci olimpiai bronzérmének is, hiszen azért itt akkor azért mindenkit elkapott egy kicsit a hév, az más kérdés, hogy... Játszunk el a gondolat, hogy mi lehet volna, ha sakkozni kell. Sacitól függetlenül az öttusa azóta egy gyakorlatilag igen sikerre rombolja a saját nimbuszát és mítoszát, de hát nem baj, ezek a történések is hozzátartoztak 2021-hez. Miben bíztok, fiúk? Lesznek-e nézők jövőre, élünk-e teljes értékű szezonokat, és milyen fehérvári sikerekre számítotok, úszk be másfél percünk maradt adásból. Mindezt kifejteni. Én bízom benne, hogy most nem leszünk sokáig a Covid ilyen formában, hogy tényleg remélem, hogy nem kell majd üres csarnokból közvetíteni, mert az tényleg mindennek a halála. Nem tudom, hogy játszani még csak-csak, mert nyilván ez edzésen, oké, de edzésen, de tényleg az, hogy az ember kimegy, és amúgy is azért olyan, tehát nyilván sajnos mi nem az Old Traffordra járunk, vagy a Bernabeu-be közvetíteni, és még csak a Grupamába sem, vagy csak nagyon-nagyon ritkán tudósítani. Tehát én bízom benne, hogy ez nem lesz, és ha már ez nem lesz, akkor már ez már egy fél siker, és innentől kezdve pedig gyakorlatilag minden ajándék. Én bízom abban, hogy jövőre, tehát a 21-es vagy 22-es év első felében majd akár a kosarasok, akár a vidi kapcsán tudunk bajnoki éremről beszélni, és a hókisoknál pedig én most nagyon bízom abban, hogy rájátszás az meg lesz, és végre megyünk legalább egy kört. A kézis lányok meg, még amiről beszéltünk itt egy rádió műsorban, ami majd egy hét múlva kerül adásba, vagy másfél, hogy ott ők nagyon szépen építkeznek, és majd ott majd későbbiekben lesz szerintem elvárásokról beszélni. Hát ha már aranybulla emlékév lesz, akkor ez az arany, ez ugye legyen a sportban is
mérvadó, és tényleg bízunk benne, hogy nagyon szép sikerekről tudunk jövőre is beszámolni. Ez a műsor minden esetre 2021-ben most volt látható utoljára. Köszönjük az egész éves figyelmüket, nektek pedig, hogy sokszor itt voltatok, és akkor találkozunk 2022-ben a friss történéseket átbeszélve. Január 4-én. Így van, mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk, és boldog új évet, viszontlátásra! Game.